A város határain új elköszönő táblákkal találkozhattak a közelmúltban arra közlekedők. Hosszú évek óta húzódó problémának tettek pontot a végére a cserével, hiszen a Kalocsán ki- és beközlekedők azt tapasztalhatták, hogy a régi testvérvárosi táblák állapota leromlott és elhasználódott a sok év alatt. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezeknek a felújítását az idei évben el fogjuk végezni. Itt nem csak felújításra került sor, hanem természetesen a régi üdvözlő táblák esetében nem volt minden egyes testvértelepülés neve feltüntetve, ezért az eltelt időszak közben történt változásokat is átvezettük, és valamennyi élő testvérvárosi kapcsolattal rendelkező település neve felkerült erre a testvérvárosi táblára, hiszen némelyikük ezen még nem volt rajta. A tábla megvalósításánál szakítottak a korábbi hagyományokkal, és nem egy szokványos testvérvárosi információs táblát helyeztek el a településünk több pontján. Nagyon fontos változás az előzőekhez képest, hogy esti órákban világítani fognak. Próbáltunk egy kicsit egyedibre, egy kicsit újabb dologra törekedni, ezért olyan testvérvárosi tábla került elhelyezésre, amelynek mindkét oldala fel van úgymond címkézve. Egyrészt ugye a beközlekedők részére egy testvérvárosi ismertetés látható, illetve egy üdvözlő szöveg, még a városból kiközlekedők részére ezen a felén egy elköszönő üzenet látható. Törekedtünk arra, hogy a testvérvárosi táblán a kalocsai motívumok megjelenjenek. Ez egy fontos, ezt teszi kalocsaivá. A testvérvárosi táblák a városban három helyen kerültek kihelyezésre a három legforgalmasabb útvonalak mentén. Az 51-es számú főút Patai, illetve Bátyai úton, valamint a Miskei úton. Ezeknek a testvérvárosi tábláknak az elkészítése, tervezéssel, a grafikus munkával, a kivitelezéssel, tehát ez gyakorlatilag valamennyi feladatot átölel, darabja bruttó 1 millió forintot tett ki, tehát a három üdvözlő táblának a megvalósítás, ez bruttó 3 millió forintját emésztette a költségvetésnek. A tervek szerint a paprika napokig apró finomítások fognak történni még a táblákon. Kalocsa címere fog rákerülni, és a testvértelepülések országzászlói. Remélhetőleg még a fesztivál megkezdése előtt.